Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a Resident Evil 4 végigjátszásomnak a következő részében. Haladjunk is akkor szépen tovább, hogy az előző részben megmentettük Ashleyt a templomban, és Hannigantől azt az elsődleges feladatot kaptuk, hogy ki kell menekíteni őt innen a faluból, küldenek értünk egy helikoptert, úgyhogy most arra veszük az irányt. És itt vagyunk szépen ebben a faluban, csak most kicsit sötétebb van. Illetve esik az eső. Legalább Ashleynek van annyi esze, hogy bejön a hátam mögé, amikor késelek, illetve lehajol, amikor lövök. Viszont én itt még hallottam valakit, hogy kiabál. Aha, ott van. Itt megvárjuk, még egy picit közelebb jön. Így. Most értelemszerűen ezt a területet nem kell átnézni, mert erre már jártunk többször is. Viszont valaki... Aha, ott jön egy vasvillás csávó. Gyere, haver! Ezt is meg... Akkor a bokádat, ami a térdedet vagdossuk meg. De nagy mákom volt! Csápos! Talált már el. Na végre. A kurva anyádat! Nem haltál még meg? Majd akkor most. Hát én azt hittem, hogy már meghalt. Na jól van. Tehát kijöttünk innen ebből az épületből, és el kell jönnünk erre balra. Tehát ez lesz a mi irányunk, de itt viszont van egy láda. Én ezeket már széttördeltem. Ja, de nincs is bennük semmi. Akkor a francnak spawnolnak újra a ládák. Opa, medve csoda. Vigyázz, Ashley, ne lépj bele. Anyád, egy fejlövés elég volt, hogy meghalljon? Az úgy nem rossz. Csak mitől függ, hogy melyik hal bele egy fejbe, és melyik nem. Na várjál, várjál, vigyázz, Ashley, mert medvecsapdákkal vagyunk tele megint. Aha, ez megint ilyen köcsök csápos, gyere ide. Micsoda? Mit csináltál? Jó van, srácok, megvan az első halálunk. You are dead. Folytat? Igen. Megvan az első halálunk a játékban. Várjál, itt van egy bal oldalt. Azt mindjárt elintézem. Jó, ennek... De ez az előbb nem volt csápos. Hogy az volt? Nem volt ez az előbb csápos. De simán meg lehetett törni az előbb. Akkor most miért? Szivat a játék ilyenekkel? Na várjál, shotgun, három darab lőszerünk van összesen. Jó. Akkor várjál, megnézem, hogy erről jönnek-e a népek. Villámot kérek. Elvileg nem, csak akkor, hogyha közelebb megyünk. Itt van medvecsapda. A csápos köcsök. Mindjárt a csáposat elintézem. Várj, közben jönnek hátulról is most már. Meggondolták magukat, mégis jönnek hátulról. Nem baj, nem baj, ezt újra töltjük. Anyád, mennyien jönnek. Jó, hát van nekem ilyenem. Így. Jó, ennyi volt a soti. Jöhet akkor a pisztoly. Hülye banya.
Egy meghalt. Mondd azt, hogy annak nem jön ki csáp a fejéből, jól van. Most rúgd le! Ez az. És most a földön. Úgy. Tökéletes. Adta pénzt. Megnézzük, hogy a többiek adtak-e valamit. Hogy ne adtak volna. Jó. Akkor egész jól állunk. Most akkor próbáljuk meg a medvecsapdákat kikerülni. Jó messziről. Itt van kapásból kettő. Ezt kikerüljük így jobbról. A rohadt anyádat! Legalább én léptem bele, és nem Ashley. Na, Ashley-t viszont ide elbújtatjuk, amíg én kitakarítom itt ezt a területet. Pénz. Jó van. Lehet menteni? Nem, nem mentünk még. Merre vannak? Ott bent. Jó, gyere. Jó, ez bár nem jön tovább. Nem is adott semmit. Ebben sincsen semmi. Nem tudom, hogy merről fognak jönni. Mert itt azért vannak megint jó páran. Ja. A rohadt. Ez baj. Ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. HP. Várjál, tojás. Meg megesszük a másik tojást is. Igen, most már külön életereje van ugye Ashley-nek is, tehát hogyha esetleg az ő élete elfogy, akkor neki külön kell odaadni. Tehát most kettőnkre van egy táskányi cucc. Nagyon jó. Ott is van egy. Valakit hallottam itt jobbról. Tele van medvecsapdával. Ez az előbb nem volt itt. Tehát ez a korábbi részekben nem volt itt. Pisztolylőszer. Az mindig kell. Anyádat! Ezt meg akkor lekéseljük. Megigazítgatjuk a szaknyádat. Add a pénzt. Anyádat átdobsz a izén? A szilárd tárgyakon? Ne legyél már ilyen köcsög. Na, most gyere fel a kurva anyádat. Ja, hogy ilyen csápos köcsög vagy. Jó van. Akkor gyere fel. Mi történt? Hogy kerültél ide? Hogy kerültél ide? A rohadt anyádat? Ez hogy került a hátam mögé? És ezt megeszem? Ez még több életet tölt, baszod. Nem akarnál meghalni végre? Jó. Erre mehetünk. Oké. Hoppá. Ez kell. Oké, akkor viszont elmegyünk visszafelé egy picit, illetve mindjárt szólunk Ashley-nek, hogy jöhet, mert szabad a pálya. És bízunk benne, hogy van annyi esze, hogy nem lépked bele a medvecsapdákba, hanem tényleg ide jön utánam.
Itt vagy már mögöttem, de ügyes vagy. Hát akkor mehetünk tovább, gyere. Gyere szépen, Ashley. És ha minden igaz, akkor igen. Oda kell majd eljutnunk. Csak ezzel az lesz a baj, hogy a kulcs meg ott lesz. Ha jól emlékszem. Egy fél pillanat, bocsánat. Na jól van. Tehát akkor ugorj le. És megnézzük, hogy itt a medvecsapdák közt el tudunk-e menni. Na. Most már viszont igen. Ja, hogy őt küldjük át, hogy nyisson kaput. Aha, jó. Oké, akkor nyisd a kaput, és remélem a túloldat nem vár semmilyen meglepetés. Kösz szépen, hogy kinyitottad. Nagyon kedves vagy, lekötelezel. Na, szóval. Itt egy kereskedő, vele beszélgetünk. Welcome! Na szóval. Akkor a tojást nem adjuk el. Az jó volt életet tölteni. Viszont szerintem ezt a gyűrűt el lehet adni. Meg szerintem ezt is. Ilyen fejdísz. Ez marad, marad egyelőre, meg ez is, mert ebben majd kavicsokat kell rakni. Na jó, megnézzük, hogy mit tudunk venni. First aid az kell, az fontos. Ezt kombináljuk, illetve többet nem tudom venni. A shotgun tudnánk erősíteni, de nem akarom, mert nem sokára le akarom cserélni egy jobbra. Aha. Rossz híreid vannak, köszi. De jó vagy. Elvesztették a kapcsolatot a helikopterrel. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. De jó. De attól függetlenül a cél az még mindig ugyanott van. Húha! Húha! Ezek nagyon sokan vannak. Gyorsan be a házba. Az a baj, hogy ez nem nagyon... Te ki vagy? Jaj, tudom! Leon! Small world, eh? Ja. I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Ne érdekeljen, most menti meg az életünket. Perhaps the young lady... Az a baj, lehet, hogy meg kellett volna vennem a gépfegyvert. Az a baj, hogy meg kellett volna vennem a gépfegyvert, mert basszus, jön egy egész horda. A rohadt anyjukat. Ashley, fel az emeletre, most. Na jól van, én gyorsan átnézek itt mindent. Ah, shotgun lőszert kell most. Hallod? Ne lökjél már el a lőszertől. Az úgy már egy picit sok lesz, de nem baj. Na jól van. Akkor nézzük, hogy miből élünk. Shotgunban van 5 darab lőszer. Úgyhogy egyelőre átváltunk a pisztolyra. Illetve van egy sárga növényünk, ezt kombináljuk az egyik ilyen cuccal. És ott jó lesz életet tölteni. Várj, ezt nem lehet odébb tolni? Dehogy nem lehet. Aha. Igényesen szét is törték abban a pillanatban, hogy... pisztolylőszer. De abban a pillanatban szét törték a szekrényt, ahogy odatoltam az ablakhoz.
azért azt is széttörtés. Anyád, és így folyamatosan dobálod a pisztolylőszert? A shotgun lőszert nem tudnál dobálni, annak jobban örülnék. A csápos rohadt anyátokat. Oké, baj van. Az a baj, hogy nem lehet kimenni, pedig kint olyan jó volt, ott van egy rakat lőszer. Rohadt életbe, ott van pisztolylőszer. Mi történt? Mi? Honnan? Honnan dobáltok? A rohadt életbe, csak kell a shotgun. Hoppá, ez kifagyott. Kösz. De ne, ne, mindig a pisztolyt adod. Ez ide nem kell. A csápos rohadt anyára. Ez pont kifogyott. Mert mikor fogyna ki, ha nem a legrosszabbkor? A rohadt anyádat honnan? A csápos. A csáposok, a rohadt. Mi? Tudtam, hogy kell az a gépfegyver. És most újra meg kell vennem a gépfegyvert, gondolom. Igen, meg kell vennem újra. Isten faszám, az meg. De miért nem veszek healt? Mert nem lehet. What are you buying? Not enough cash, stranger. Kapacitásnak örülnék. Na várjál, megnézzük, hogy mit lehet eladni. Thank you. What are you buying? Is that all? Come back anytime. Jó. Oké. Na jól van, utolsó próbálkozás. Most sem sikerül, feladom. Tehát ilyen nincs. És akkor felmegyünk az emeletre is. Flash. Egy gyújtó. Növény. És akkor elvileg van egy sárgánk, azt bekombináljuk ide. Ezt a zöldet meg bekombináljuk sehova. Úgy emlékeztem, hogy van. Na mindegy. Oké. Nem használjuk még, hanem egyelőre ezt kell. És itt van fent ugye esni. Jó! Be van töltve minden fegyver. Elvileg harcra készek vagyunk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Istenem. Muszáj, hogy sikerüljön, gyerekek. Ostrom alá vettek 500-an. Egy egész horda vett minket ostrom alá.
flashbanget dobtál, de kedves, hogy mi gyújtógránát. Ó, gyújtógránát, ez lőszer. Akkor adj. De nekem nappisztoly lőszert ott hallod? Ó, itt is van gránát. Takarodj le! Te is. Jók vagyunk. Mondjuk a létre agyon baszhatta volna, azt úgy díjaznám. Na jó van. Áj, de már felállították a létrát, már most láttam. Hopp, cseh. Flashbang. Valamelyik részben azt hazudtam, hogy nem nagyon fogom dobálni. Hát úgy néz ki, hogy hazudtam. És takarodjál már innen lefelé. Te is, cseh! Hello! Mi? Már másik ablakon is jönnek? De már! Egyre több ablakon jönnek fel. Meg a lépcsőn is, az ablakokon is, mindenhol jönnek. És most nem tudom, hogy itt most ez időlimites, vagy X számú ember után van vége, anyád. Anyádat, nem tudom honnan kerültél elő. Jó, életet töltünk. Nem! Anyád, hanyan jönnek? Azt mondod, hogy soha nem lesz vége? Hát... pont elkapott és beadta a cinematikot, azt a rohadt! Hú, gyerekek, én nem gondoltam volna, hogy ez most sikerülni fog. Rengetegen voltak. Rengetegen nő. Hú, erre most innom kell, bocsánat, srácok. Louis, hová mész? Gyere vissza. Vége a fejezetnek. Jaj, de jó. Igen, felülírjuk. Hát ez remek, ez csodálatos. Jó van. Életet növeltünk, megtöltöttünk, és akkor szétnézünk a házban, meg a ház körül, hogy mit hagytak itt nekünk. Aha, anyádat. Így villámlik mindenfelé. Erre itt volt még valami? Nem. Akkor megyünk valamerre. Itt kint is van valami lőszer. Jól látom ez a gépfegyverbe. Aha. Oké. Okay. És akkor itt van Mr. Kereskedő. Pisztolylőszer.
Mentés? Nincs véletlenül? Nem. Szerintem ezt a helyet ezt kipucoltuk teljesen. Aha, itt a mentés. Úgyhogy mentünk is. Várjál, nem most mentünk, majd a... Na már, igen. Majd a kereskedés után. Néda, hallod? Mit csinált az a hülye? What are you buying? Is that all? Thank you. Come back. Hova löksz? Viselkedjél már. Jó. Akkor most mentünk. Kereskedés után. És most, hogy ezzel meg vagyunk. Visszaváltunk a Dust Pistolra, és itt van egy kar. Ezt el lehet húzni, és el lehet dönteni, hogy merre szeretném menni, jobbra vagy balra. Én balra szeretnék menni, és azt is megmutatom mindjárt a térképen, hogy miért, és hogy milyen lesz az út. De hallod, Ashley? Fejezd be a lögdösést. Szóval, lehet menni erre, illetve arra. Na most, hogyha itt elmegyünk jobbra, akkor azt hinni az ember, hogy ez egy fú, fasza, egyenes út, és akkor eljutsz ide, ahova kell a következő mentéshez. Viszont, hogyha eljössz erre, itt egy eléggé nagy a plac, és azt hiszed, hogy itt boss lesz. Tulajdonképpen mind a két úton boss van. Az egyiken az a boss, az a nagy óriás, ahol segített a kutya, csak itt ilyen szűk helyen kell vele harcolni. Itt meg találkozunk talán egy egész horda, ilyen sereg zombival, vagy én nem tudom, hogy mik ezek, parazitás népekkel. És én inkább a több embert vállalom be, a több ellenfelet, mint egy kurva nagyot. Úgyhogy azért jövünk el erre. Itt kell majd harcolnom mindenkivel, ráadásul úgy, hogy Ashley-t el kell bújtatni mindig valahol. Mert rendszeresen el akarják majd rabolni. Na. Úgyhogy én inkább ezt az utat ajánlom mindenkinek, aki nem akar egy óriás döggel szűk helyen harcolni. De mi lenne, hogyha el tudnám találni? Jó, ez baj. Anyádat, hogy nem tudtam olyan gyorsan tüzelni. Hoppá. Mr. Parazita, gyere. Ennek is. Jól van. De miért is nem találtam el? Na jó, megpróbálom felvenni a pénzt meg a shotgun lőszert. Anyád, milyen közel tudod csapni? Ilyet még egyszer, ne jó? Egyszer. Gyere közelebb egy picit. Így, kétszer. Na jól van, azért engedtem közel, hogy a shoti jobbat sebezzen rajtuk. Na, szóval. Shotgunban van keményen 3 darab lőszerem. Annak nagyon tudok örülni. Ezt újra tárazzuk. És valahol még nagyon hörögnek. Ja, ott van fent. Szia, lejössz? Hát szerintem nem, mert meghalt. Viszont most elég szépen magamra vontam a figyelmet. Azt mondja, hogy igen. Hol jönnek?
Nem látok senkit. Ha! Ott van egy, itt jön egy balról. Oké, akkor a... nénikét kezelésbe vesszük. Bácsikját is. Oké. Kicsit hátrálunk. Oké. Elvileg nem azt mondom, hogy elfogytak, de egyelőre most nincs több. Hát először azt be is tárazzuk gyorsan. Csak díjaztam volna, hogyha nem kettőt kapok, hanem annál jóval többet. Na szóval, akkor nézzünk csak szét. Igen, erről jöttem, így van, akkor itt le lehet ugrani. És itt van hordó. Van benne pénz. Illetve itt van 5 darab shotgun lőszer, ez üres. És akkor szerintem ez a terület, ez itt ki is múlt. Jó. Akkor itt szépen felmegyünk. Hú. Jó, most jön az a rész, amit gyűlölni fogok. Először is Ashley-t ide hívjuk. Mert nem árt, hogyha Ashley itt lesz a közelünkben, de ide el fogom bújtatni mindjárt, abban a pillanatban, hogy ide ér. Nézzétek meg, létrát mászni azt tud, de lefelé el kell, hogy kapjam. Na jó, ide bújjál, és akkor én meg megyek megöletni magam. Ezt lerúgom. És ott van a láncfűrészesnek a nyakában. Mert kinek a nyakában lenne a kulcs a továbbjutáshoz? Ja, van még láncfűrészes. Az nagyon jó. Hát akkor én itt felmásznék, mit szólsz hozzá. Anyád, és így belesétálok az ölébe. Jó. Oké. Azért egy picit jobban érezzük magukat, benyomok egy tolást. Meg a pisztolyt azt újra tárazzuk, és bízom benne, hogy... Az a baj, hogyha ez elkap, ez instakill. Jó, egyelőre ez kifogyott. Vakuljatok meg úgy. Anyádat? Miért nem halsz meg? Jó. Úgy is kellett már üríteni. De hallod? Jó, odaadta a kulcsot, megvan a kulcs, de még mindig nem fogytak el. Egy rubin, egy shotgun lőszer. Anyádat. Olyan jó, hogy így tudsz dobálni. Elvileg te voltál az utolsó. De ennek a holteste miért nem tűnt el? Tehát el szoktak tűnni a holtestek. Ajaj, na jól van. Ashley, gyere. Na jól van. Szóval megvárom, míg Ashley ide jön. Elkapjuk. Most nem hibáztatom, mert nem volt itt létre. Viszont valahol itt van egy... Hú, hordok. Valahol van egy ajtó, itt. És ennek a kulcsa volt a csajnak a nyakában. Aha. Jó, menjünk tovább. És bízom benne, hogy több meglepetés erre már nem fog várni ránk. Itt van egy láda. Van benne pisztolylőszer.
Most már azért spórolni kéne a gránátokkal is, meg... Jól van. Ashley, maradj itt. Meg úgy minden, így a erősebb fegyver. Így nem lehet újra terrazni, nem. Jó, mindjárt megyek, ne aggódj. Ne ag... Mindjárt megyek, csak éppen elfoglalt vagyok. Megyek már, megyek. A kurva életbe? Megyek már, megyek, csak életet kell töltenem valamivel. Megyek! Mennék! Kurva anyád! Kurva szátokat, hogy bazd meg, ilyen sokan vagytok. Van még gránátom? Villanósom van csak. Az is jó végül is. Jó, hál az égnek. Azért annyira azért nem hülyeség ez a villanós gránát. Hú. Én nem úgy emlékeztem, hogy ez a játék ez ennyire nehéz lett volna. Jó, voltak benne nehézségek, de azért ez így nehéz. Jó, megnézzük, hogy tudunk-e életet tölteni. Tudunk... Azt rohadt. Kinek adjam oda? Ezt inkább bepuszilom én. Ashley az egyelőre maradjon beteg. És nem tudták meganimálni, hogy leemelik. Vagy nem akarták. Na, most jön az a rész, hogy... ott van egy kereskedő. Csak valahogy át kéne jutni a túloldalra. Na most. Itt kötöttünk volna ki, mutatom, hogyha a másik utat választom. Azon az ajtón jöttünk volna ki. Hogyha a rövidebb utat válasszuk, csak az valószínűleg, hogy egy picit nehezebb lett volna. Mert ott mondom, egy szűk folyosón, egy ösvényen kell egy óriással megküzdenünk, aminek ugye a hátából néha kibújik a parazita. Úgyhogy én azt nem mertem bevállalni, az igazság. Itt lehet menteni, az tökéletes, itt viszont van valami a... Aha, jó. Így. Akkor itt most még nem mentünk, hanem megyünk a kereskedőhöz. És veszünk nála a healt, odaadjuk Ashleynek. Igen, azt mondja, hogy vásárol, kell nekem first aid. Ezt odaadjuk Ashleynek. Meg se érdemli, bazd meg, 5000-ért hallod? Na mindegy. És amúgy lehetne Ashleynek is az életerejét növelni. Szerintem nem véletlenül van csak félig. Na mindegy. Nekem nem ér annyit, a saját életem többet ér. Na, azt mondja, hogy ezt a piros rubint azt el lehetett adni, úgy emlékeztem. Ha csak nem ebbe a maszkba kell belerakni. Majd mindjárt megnézzük, hogy lehet-e kombinálni vele. Kombinál, nem, mondom kombinál, és megnézzük, hogy ebbe nem lehet belerakni, meg ebbe se. Jó. Hát akkor a piros rubint azt el lehet adni. El is adjuk. Így. És akkor tuningolunk, nem a shotgunon, hanem ezzel lehet tuningolni a kapacitáson. Ez a fegyver, ez nálunk lesz végig, úgyhogy azért merek tuningolni rajta. Igen, ezt széttörjük. Van benne pénz.
Jó. És akkor most mentünk. Igen. Hol a mentés? Hol volt az írógépje itt? Jó. Mented? Igen, mentem. És akkor srácok, én arra gondoltam, hogy ez a rész ez legyen ennyi. Remélem, hogy tetszett. És hogyha ez így volt, és tetszett nektek ez a rész is, akkor csapassatok egy lájkot. És ne felejtsetek el feliratkozni sem, mert nem sokára jelentkezem a következő résszel. De addig is, sziasztok!